Képviselő úr, a DK egyedüliként gyűjt aláírást azzal kapcsolatban, hogy a külhoni magyarok ne szavazhassanak. Ezzel kapcsolatban megtudhatnánk az ön és a Fidesz véleményét. Fölháborítónak tartjuk. Ez az aláírásgyűjtés, ez olyan, mint maga az ember. Emlékezhetünk annak idején Gyurcsány Ferenc riogatott a 23 millió románnal, vagy a pártja riogatott a 23 millió románnal, Gyurcsány Ferenc azzal riogatott, hogy jönnek a románok, ahogy ő fogalmazott az erdélyi külhoni magyarokra, elveszik iskoláinkat, kórházainkat, ha megkapják az állampolgárságot, az idő igazolt, megkapták az állampolgárságot, és semmit nem vettek el. A mai napnak, vagy a mai eseményeknek ugye külön pikantériája, hogy a terrorveszélyt magával hordozó migránsokat Gyurcsány Ferenc be akarja fogadni. A külhoni magyarokat ki akarja rekeszteni. Ez a politikai szempontból legnagyobb bajosság. Gyurcsány Ferencnek tanulnia kellett volna abból, hogy az ő személye, az ő politikája szétverte az ő kormányokat, szétverte a pártjukat. Meg kellene neki érteni, hogy ebben az országban szegregálással semmire nem lehet menni. Ha nem tud integrálni, akkor álljon félre.